Sziasztok! Egy nagyon izgalmas napon vagyok ma is túl. Az üzlettársam, akivel tájföldön együtt dolgozom, Feri, két napja átküldött egy projektet. Pataján, a Zsomtien város részbe, az óceánhoz nagyon közel, a második utcányira a Szekündródon épült egy 36 emeletes toronyház, és hát a koronavírusnak köszönhetően a beruházó kitalált egy olyan akciót, hogy gyakorlatilag 20, illetve bizonyos esetekben 30 százalék önerőt kell csak befizetni. A következő 20 százalékot 7 éves részletre lehet kifizetni, és a maradék 60%-ot pedig a legvégén, illetve hát egy picit az árak is akciósak. Ezeket a lakásokat kiajánljuk az érdeklődőknek is, mivel ugye egyfajta ilyen közvetítői szolgáltatást is nyújtunk, tehát kifejezetten <coughs> befektetési célra alkalmas lakásokat Közvetítünk befektetőknek, a tájingatlan.com weboldalamon ezzel kapcsolatban találhatsz is bővebb információkat. És egy 16. emeleti lakás nekem is nagyon felkeltette az érdeklődésemet, és ezt a mai napon le is foglalóztam. 4 millió bat volt ennek az egyhálószobás lakásnak a, az eredeti ára. Ezt promócióba lentebb vitték 3,5 millió batnak, ami körülbelül olyan 35 millió forintnak felel meg. És ö, köszönhetően a, a jó kapcsolatnak, meg annak, hogy ö, jól tudtunk alkudni, meg már régebben is volt egyfajta üzleti kapcsolatunk ezzel a beruházóval. 3 millió batért sikerült ezt a, ezt a lakást megszerezni. Ugye ennek a, az összegnek a 20%-át kellően erőként befizetni, illetve ott elindul egy törlesztő részlet. Viszont a nagy diszkontnak köszönhetően egy picikét a futamidőt lerövidítették, tehát az 5 év helyett. Vagy bocsánat, a 7 év helyett 5 év lett, viszont a vételárnak csak a 15%-át osztják el így arányosan. Viszont ami egy nagyon előnyös dolog ebbe a konstrukcióba, hogy a 20% kifizetése után azonnal kulcsot is kapok a lakáshoz, és el tudjuk kezdeni bérbeadni. A törlesztő részlet ennek a lakásnak forintba számolva kb. olyan, 85 ezer forintra jön ki, viszont egy olyan 120 és 160 ezer forintnak megfelelő táj bérbe lehet adni, hogyha a gazdaság normalizálódik, akkor ennél még magasabb is lehet a bérleti díj, akár 180-200 forint is havonta. De most inkább legyünk egy kicsikét realistábbak vagy, vagy pessimistábbak. Tehát a lényeg az, hogy egy pozitív készpénzáramlás tud megindulni ennél, a, ennél az ingatlannál. Az, hogy megtartom-e, vagy esetleg eladom-továbbadom egy másik befektetőnek, vevőnek, ez most még egy kérdés. Elképzelhető, hogy, hogy tovább fogom adni, hiszen nagyon-nagyon jó áron, lett megvásárolva. Tehát aki egy kis felárral, esetleg a későbbiekben átveszi tőlem ezt a lakást, még az is nagyon, nagyon jól jár, hiszen egy toronyházban egy óceáni, panorámás, komplet berendezett és gépesített lakást kap, akár bérlővel együtt, és egy, és egy nagyon jó részletfizetési kondícióval. Tájföldön külföldiek számára nincs hitel, vagy legalábbis jó hitel nincsen, épp ezért egy ilyen részletfizetési konstrukció, ez nagyon-nagyon kedvező lehet. Nem beszélve arról, hogy ugye az árak folyamatosan emelkednek, tehát egy öt év múlva a, az ingatlan árak valószínűleg magasabbak lesznek, még ebbe a válságos időszakban is. Nyilván nehéz előre megjósolni, hogy mondjuk öt év múlva hol fog tartani a piac. A tájbat minden folyamatosan erősödik. Tíz évvel ezelőtt 5 forint volt egy bat, most pedig 10 forint felett van az, van az, árfolyama. Tehát már pusztán a, annak köszönhetően, hogy nem forintban, hanem tájbatban van nyilván tartva a befektetésünk, már annak köszönhetően is nyerünk egy ilyen ügyleten. Ráadásul azért nekem tájföld, az a szívem csücske, pataját szintén nagyon szeretem. Nagyon sok fele el lehet menni, kirándulni, nagyon sok látványosság van ott, és a buddhizmusnak köszönhetően nagyon-nagyon kedvesek az emberek. Tehát egy, egy ilyen napnak a végénél tartok, egy ilyen befektetést sikerült elindítanom. Be fogok számolni a további fejleményekről is a későbbiekben, illetve hát itthon Magyarországon zajlik az élet, azzal kapcsolatban is lesznek érdekes információim. Jó pihenést, szia!